A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, milyen alternatívák állnak az Európai Unió és Magyarország előtt az európai energiaválság és az orosz-ukrán konfliktus tükrében. Magyarország tudna-e szigetüzemmódban működni, ha minden kötél szakadna? Többek között ezekre a kérdésekre kaptak választ azok, akik ellátogattak a Matthias Corvinus kollégium legutóbbi előadására. A köztérben számítunk figyelmükre. Az előadás során sokszor úgy fog tűnni, hogy nem vagyok nagy barátja a zöld energiának, de ezt most ezzel a diával szeretném helyre tenni. Én az vagyok, csak ezt akkor kell majd alkalmazni, amikor eljön az ideje. Egy, a fosszilis energiahordozókról le kell jönni azért, mert el fognak fogyni. A helyzet az, hogy ugye mindig hallunk egy olyan kitermelési hozamcsúcsot, amikor kitermeljük a felét a rendelkezésre álló ismert készleteknek. Ez időben csúszik, mert persze egyre több lelőhelyet fedezünk fel, egyre több új kitermelési technológia jön be, egyre több potenciális kőzet vagy geológiai képlet lesz alkalmas arra, hogy ebből ezeket az energiahozat kinyerjük. Tehát ez folyamatosan csúszik, de előbb vagy utóbb el fognak fogyni, és akkor nem lesz más, csak a megújuló energia. A másik, hogy attól is meg kell szabadulnunk, ami a kéményen kijön. Tehát ott minden, ami a füstgázban van, leszámítva a széndioxidot, súlyosan káros az egészségünkre. Tehát ezért is muszáj lejönni a fosszilis energiahordozókról. A széndioxid az üvegházhatású gáz, ezt okolják a klímaváltozás fő kiváltójaként. Én ebben zárójelesen hiszek csak, de ezt nehogy megmondják a főnökeimnek. Tehát a lényeg, pedig Klímapolitika Intézetben dolgozom, de a növények imádják a széndioxidot egyébként. Ha nem írtottuk volna ki a földi növényzet felét, már rég kizabálták volna ezt a széndioxidot, ami itt van. Tehát a lényeg az, hogy le kell jönni a fosszilis üzemanyagokról, attól függetlenül, hogy sokáig a legolcsóbbak lesznek, miután itt a legnagyobb az energiasűrűség, és még akkor is le kell jönni róluk, hogyha környezetbarát módon lehet alkalmazni. Ugye? És ugye elközben globálisan meg az a helyzet, hogy egyrészt fogynak ezek a stratégiai energiahordozótart, fosszilis energiahordozót, de ebbe az uránt is beleszámolom sajnos, tehát az urán is el fog fogyni, előbb vagy utóbb, az az izotóp, amit most alkalmazunk legalábbis, és fogy az ivóvíz, háromszor annyi ivóvizet használunk most, mint régebben egyfőre jutóan, és fele akkora ma a felhasználható készlet, mint volt a múltban. Ugyanez igaz a termőföldre is, és ugyanez igaz, ahogy láttuk, az energiahordozókra is. Ezt azért mondom, mert ezt most könnyű ma elmondani, de 2010-ben ezt a 2011-es energiastratégia írásakor leírtuk, hogy ebben a helyzetben az lesz, hogy egyre fogyatkoznak a stratégiai források, emiatt egyre jobban nőni fognak a konfliktusok, egyre nagyobbak lesznek, és egyre gyakoribbak lesznek. Nem csak a klímahelyzet fokozódik, hanem a forrásokért való verseny is fokozódik. Úgyhogy amit most látunk ebben a háborúban, kicsit, hogy utaljak majd a elkövetkezendő mondandómra, az már ennek az előszele, tehát ebben a szellemben készültek a magyar energiastratégiák, és hát ugye sokszor megkaptuk, hogy miért ilyen kevésbé ambíciózus, miért nem ígértünk többet, miért nem... Hát azért, mert mindennek akkor jön el az ideje, hogyha műszaki technológiai lehetőségek arra megérnek. Ugyanis ez hasonló ahhoz, ami a pénzügyi világban van. Hogyha egy megalapozatlan pénzügyi tervem van, és az tőzsdén megbukik, lesz belőle egy jó nagy buborék, és válság lesz belőle. Vagy legalábbis a cég az belerokkan, meg az összes együttműködő partnere. Hogyha olyan zöldítési programon van, ami műszakilag megalapozatlan, az ugyanúgy kipukkad. Ezt látjuk most egyébként. Az Európai Unió az úgy zöldít, hogy közbe vezeti ki a szenet, ugye van a coal exit, vannak az atomstoppok, gyakorlatilag nincs menekülési útvonal, egy stabil helyzet volt, most elhagytuk ezt a stabil helyzetet, most átmeneti
helyzet van, és majd egyszer majd talán lesz megint egy stabil helyzet. Csak a piacot nem érdeklik ezek a szép zöld mesék, se az üvegházgáz kibocsátást. Most Európa fél lábon állt, azon is bizonytalanul, és kirúgták alóla ezt a fél lábát is. Ugyanis ebben a helyzetben simán besortolták a piacok az európai energiát, mert senkit nem érdekel, hogy ez milyen szép zöld egyébként. A másik, hogy mondjam, ilyen mítosz bombázó történet az, hogy a globális energiamixek azok sokkal konzervatívabbak, mint mi azt hisszük, olvasva a sajtót. Ugye, hogyha olvasuk az európai sajtót, meg a magyar sajtót is, azt érzékeljük, hogy a zöld energia, a megújuló energia, ez győzelmi menetbe hasít, és ma holnap miénk lesz az egész világ, minden zöld lesz, stb. Csak az a helyzet, és erre nagyon nehéz mai statisztikát találni, hogy globális szinten a megújuló energia használat nem nőtt ki 1971 és 2016 között. Erre újabb összefoglaló adatot nagyon nehéz találni, mert érdekes módon az Eurostaton ilyen egyértelműen árulkodó ábrákat nem nagyon lehet találni. Tehát elnézést, hogy kicsit régi, de ettől a tény igaz. A megújuló energia aránya nem nőtt az utolsó 45 évben. Volt átrendeződés a tüzelőolajról a gáz irányába, és közben nagyobb volumenben megjelent az atomenergia, de ehhez, tehát a megújuló arány az változatlan maradt a primer energia termelésben. Hogyha megnézzük ezt lebontva, akkor azt látjuk, hogy ezek a sárga foltok, ezek azt jelzik, hogy a világ feltörekvő régióiban, ezek az iszonyatosan gyorsan növekvő gazdaságokban brutálisan fog nőni a primer energiaigény, 2040-ig is negyedével fog nőni, mint ami jelenleg. A piros pöttyök, tehát a nyugati világban csökkenni fog a primer energiaigény. Ez nem azt jelenti, hogy az energiatermelés meg fogyasztás fog csökkenni, ez azt jelenti, hogy kevesebb primer energiából, tehát kevesebb energiahordozó felhasználásából állítanak elő több energiát, mert hatékonyabb a rendszer és fejlődik. A fejlődő világ még nincs ebben a helyzetben, ott több primer energiából állítanak elő több energiát, csak hogy végső energiát. De a helyzet az, hogy olyan brutális a növekedés, hogyha 100 egységnek veszem a globális primer energia igény növekedést, abból 10 egységet tud levenni a fejlődő világ csökkenése. A másik probléma, hogy Kína, India egyértelműen szénorientált gazdaság, ott viszonylag rossz minőségű, de rengeteg szén van, erre épül az ő gazdaságuk, ráadásul már úgy, hogy az iparterületek környéki lelőhelyek kifogyóban vannak, ezért azt is szállítják. Tehát még jobban nő a kibocsátások, ugyanez igaz Indonéziára is, ami szintén egy nagyon erősen növő gazdaság. Tehát, hogyha most az üvegházgáz kibocsátás szempontjából nézem ezt a képet, akkor olyan régiókban fog brutálisan nőni a primer energia igény, meg az energiafogyasztás, ahol a fosszilis energiahordozók közül is a szennyezőbb áll rendelkezésre. És ugye, bár ezek az országok tettek karbonsemlegességi ígérvényeket 2060-as, meg 2050-es céldátumokkal, de ezekben az országokban az energiát egyelőre nem szükséges rosszként értékelik az emberek, mint mi itt jó dolgunkban, hanem ők örülnek annak, hogyha egy vezetéken lelóg egy villanykörte, és a gyerek tudja írni a leckét. Tehát kicsit máshogy állnak ehhez, mint mi. Ugye ez a globális kép, ami ugye nem azt sugallja, hogy itt hip-hop majd itt is folytatódik, tehát ezért konzervatív a globális energiamix, amiről beszéltem. Mert nem látható az előretörés ezen a területen. Európai Unió ugye ambiciózusan zöldít, tett még a háború előtt. Ez most az utolsó békeévnek a helyzetképe. Tehát ugye 1999-hez képest ugye volt egy eredeti 40%-os csökkentési igény, erre elkészült az összes tagállamban az új energiastratégia, a Nemzeti Energia és Klímaterv, lemodellezve, társadalmilag egyeztetve. Erre egy évvel jött az Európai Uniós igény, hogy átsz a 40% az felejtsük el, legyen 55, csak hogy addigra le volt egyeztetve, le volt modellezve, és gyakorlatilag ilyen móriczka
történetet kellett beadni, aminél semmilyen nem volt. Tehát úgy emeltünk 55-re, hogy nincs kiszámolva, hogy ebből mi lesz. És ez azért nagyon durva, mert 1% változás, az több 100 milliárd forint állami támogatás. Na, szóval amikor minket mindig ambicionálnak, akkor amögött az van, hogy közben nem hagynak időt arra, hogy le legyen modellezve, tisztességesen, le legyen egyeztetve, és legyen egy közmegegyezés, legalább a gazdasággal. Ugye megújuló energia részarány az 32%-osnak kell lenni Európai Uniós szinten, és kell egy 32%-os primer energiafogyasztás csökkentés egy business as usual, tehát egy alap pályához képest, ezek az európai célok 2030-ra, és ugye ezt fokozza az a történet, ennek az eszköze, ez az európai zöld megállapodás, ami további karbonadókat és karbonvámokat vezetne be a magas karbon lábnyomú termékekre. Mind nagyon szép és ambiciózus, csak az a baj vele, hogy ezek a karbonvámok, ezek például úgy működnének, hogy a bizonyos GDP-ű importáló vagy exportáló országok felett számítana csak, tehát bizonyos GDP alatti energiahordozó exportáló országoknak nem kéne ezt az adót fizetni a határátlépéskor. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy már akkor a volt gyarmataikat előtérbe helyezték, ugye alacsony GDP-ű exportáló, energiahordozó exportáló országok, és ugye egyértelmű, hogy Oroszország már nem olyan nagyon alacsony GDP-i ország, ők pont belestek volna ebbe az adófizetési kötelezvénybe. Tehát már akkor ment a frocklizás, és ebben ez folyamatosan ment, ez is nyilvánvalóan, hogy az orosz fémipar, a fémipari behozatal az orosz nyersanyaghordozók ellen irányuló lépés volt. Eközben ugye az Egyesült Államok, ami olyan sok szempontból a tanítómesterünk, ugye ott pedig az várható egy 2050-es előrejelzés szerint, hogy a foszilis energiahordozók aránya 82-ről talán 79-re fog csökkenni 2050-re. Igaz? Tehát itt most, ha tudnék zárójelet nézni, akkor ez az lenne, zárójelbe felkiáltójel lenne. És a megújuló az 8,8%-ról 14,7%-re növekedne. Ez az ambíciózus amerikai terv, Bidennel együtt vagy anélkül. Ugye itt Amerikában más a helyzet, ott egyrészt a metanolgazdaság dübörög szó szerint, ez az Oláh György féle metanolgazdaság, amiről kémiai Nobel-díjat kapott 1994-ben. Ugye ez lehetővé teszi, hogy a fosszilis energiahordozókat is széndioxid kibocsátás mellett lehessen használni, és az amerikaiak inkább erre tesznek, és az energiahatékonyság növelésre, meg arra, hogy természetesen a szén irányából átmozdultak ők is a földgáz felé, ami kevésbé szennyező, és ahol üzletileg megéri, az azokban a szövetségi államokban, ahol sok a nap, meg sok a szél, meg ott megy üzleti alapon dübörög. Tehát ők ebben nem avatkoznak bele. Na most ezt azért mondtam, mert papíron ez nagyon ambiciózus, és tényleg az Európai Unió szinte az egyedüli nagy régió, ami tényleg próbálja ezt a zöldítést egy ilyen modellként szolgálni, hogy igenis ezt meg lehet csinálni, ambíciózusan törekszik erre papíron. Csak ugye erre is megint nagyon nehéz adatot találni. Ki beszél ma már a híres EU-20 stratégiáról? Ott is minden le volt írva. Ott is le voltak írva a célszámok. Azok az országok, amik nem teljesítették a megújulós célokat, azok narancssárga pöttyel vannak jelölve, azok, akik teljesítették, zölddel. Tehát, Anglia már nem tag, de ő sem teljesítette, Belgium sem, Hollandia sem, Franciaország sem, Görögország, Spanyolország sem, Németország meg csak azért, mert a Covid miatt lelassult a gazdasági növekedése, és így utolérte a zöldítés a sokkal kevesebb felhasznált energiában a zöld nagyobb szerephez jutott. Tehát ez a klíma, mint mindenben, amit most kezdünk megfigyelni, hogy ezek a szájhősök kora, tényleg. Tehát akiknél nem, például csak most ugye a foci meccs. Kifütyülték a magyar himnuszt, előtte mi kifütyültük itthon azt, hogy ők, a gyerekeink is, hogy letérdeltek, mert behozták a politikásba. Nekik lehet kifütyülni a magyar himnuszt, nekünk nem lehet kifütyülni azt, hogy letérdeltek. Tehát
Nekik lehet sok mindent, és ugye, és minket például Hollandia szokott üvegházgázkibocsátás meg megújuló ügybe oktatni, semmit nem értek el. Magyarország keveset ígér, de azt a keveset elérte. Tehát mi inkább ezt csináljuk, őszinték vagyunk, de hát a szájhősök korában őszintének lenni veszélyes. És hát Magyarországnál csak 5 ország bocsát ki egyfőre jutóan kevesebb üvegházgázt, és egyáltalán nincs miért szégyenkezzünk, és csak azért itt is megjegyeznék valamit, mert az irodalomban az van, hogy mert a nehézipar összeomlott és könnyű nekünk. Nem, ez nem igaz. Tehát igaz, hogy a nehézipar összeomlott, az kb. 91-92 környékén esett a legnagyobbat, tehát ezen a statisztikán nem is kéne szerepelni, hiszen itt a bázis szám az 87 és 90 átlaga. Itt jegyezném meg szerényen, hogy 87-ben lett a Paksi atommerőmű utolsó blokkja üzembe helyezve. Ez a hatalmas kapacitás, ugye ez a 2000 megawatt, ami 90% fölötti hatékonysággal ennyi, tehát ez a 2000 megawatt, ez majdnem 2000 megawatt teljesítmény. Ez nagyrészt szenes erőműveket váltott ki, és amit nem a Paksi erőmű váltott ki, azokat pedig az akkor még olcsó orosz földgázos erőművek. Tehát Magyarországon sokkal előbb bekövetkezett az energiaszektorban a coal exit, mint Európa nagy részében, és a lakossági szektorban is a szenet és a tűzifát nagy részt a tisztán égő földgáz váltotta ki. Ugye a magyar települések 93%-a csatlakozik a földgázrendszerre, és 80% tényleg úgy is fűt ma is. Na most, azt tudni kell, hogy a földgáz sokkal tisztábban ég, mint a megújuló tűzifa. A tűzifa csak széndioxid szempontból tiszta üvegházgáz, összes többi szempontból, hát majdnem a szénnel egyenértékűen szennyez egy nedves tűzifa. Tehát, és ráadásul az otthoni kevésbé hatékony kazánokban. Tehát itt is van egy mítosz, amivel tisztába kell lenni. A zöldítés, meg ugye az, hogy 2050-re az ország karbonsemleges akar lenni, ettől függetlenül további nagyon nagy erőkifejtést kíván, és hát nem tudom, hogy a jelenlegi helyzet, ha így marad és konzerválódik, akkor ez mennyire lesz tartható. Ugye az energiaszektorban további 98%-os csökkenés, csak hát azt tudni kell, hogy itt az energiaszektorban bekalkulálják a közlekedést és az épületekhez köthető energiafelhasználást is. A poén az, hogy maga az energiaiparunk az sokkal tisztább, mint nagyon sok nyugati országé. A villamos energiában már most a általunk megtermelt villamos energia 60% az dekarbonizált, ennek a nagy része a Paksi atomerőmű, és egyre nagyobb százalékban a naperőművek. Úgyhogy erre építve aztán lehetne egyébként tovább zöldülni, de ezt majd. Az iparban is 98%-os kibocsátás csökkenés, mezőgazdaság, stb. És ezt mindegy egy nagyon robosztus erdősítési programnak kell kiegészítenie, csak hát a helyzet az, hogy egy nagyon robosztus erdősítési program van szükség, csak itt a klímaváltozás be kell kalkulálni, azok az őshonos fajaink közül, például a bükk, a magashegységi tölgyesek biztos, hogy nem lesznek erre már alkalmasak, mert nem újulnak már a magyar bükköseink nagy részt. És akkor, hát ez lett volna egy háború előtti, az utolsó béke évből egy ilyen view, és akkor nézzük a villamosenergia szektort itthon, hogy mennyire válságálló a magyar villamosenergia szektor most, és mit kéne csinálni ahhoz, hogy az legyen. A magyar villamosenergia szektor az, ami a szektorok közül talán a legsebezhetőbb. Ez amiatt van, mert 2014-15-től egyre fokozottabban kialakul egy kapacitáshiányos, kapacitásgödrös állapot. Ez a lila vonal mutatja a hazai termelést, a zöld az importot, és a piros a napi csúcsfogyasztást. Ugye nagyon kapóra jött Magyarországnak az, hogy olcsó volt a villamosenergia importja, óriási a határkeresztező kapacitásunk, sokkal több, mint a legtöbb európai országé, tehát simán tudunk könnyen importálni. És hát azt az apróságot se felejtsük el, hogy amit kint termelnek meg villamosenergiát, annak az üvegházgáz kibocsátása is kint számolódik el. Tehát a magyar üvegházgáz csökkentés is egy kicsit meg van trükközve, mert
Ukrajnából elavult szélerő a háború előtt. Például Ukrajnából elavult szénerőművekből is importáltuk az áramot, úgyhogy azt pedig milyen Ukrajnánál a legkisebb baj a széndioxid kibocsátás volt, úgyhogy például de ugye az importunk fizikailag másik két fontos ország az Csehország, ahol 50% a szén aránya ma is a villamos energia mixbe, és Németország, ahol szintén elérte megint a 30%-ot, úgyhogy az importunk az nem volt éppen tiszta, de a magyar villamosenergia itt szóval volt egy kis trükközés, de ezt el kell felejteni, mert olcsó import innen nem lesz. És ugye a baj az, hogy az a megoldás, amit választottunk arra, hogy mindezt kezeljük, az elég félelmetes. Tehát itt van ez a úgynevezett PV központú forgatókönyv a új magyar energiastratégiából. Ez a mostani tényadat, hát nem mostani, de a mostani is ilyesmi. Most ugye van 2000 megawatt atomú, még működik a Mátrai erőmű, ami majdnem 1000 megawattot tud, és van 3500 megawattnyi földgáz kapacitásunk, ami vagy működik az időjárás függő megújulók függvényében, vagy nem. És ezt olyannal szerettük volna fölvállalni, ugye megvan Paks 2, Paks 1 már nem megy, marad kb. 1900 megawattnyi földgáz, és majdnem 12000 megawatt nap 2040-ben. És ugye láthatjuk, hogy mi lenne akkor a fogyasztás. Ez a szaggatott piros jelzi a napi fogyasztást. Csak ennyi elég ahhoz, hogy lássuk, hogyha nincs villamosenergia tárolás megoldva, akkumulátoros, tehát ipari méretű akkumulátorokkal, vagy más módon, akkor 2040-ben nem tudjuk mi az év teljes egészében elméletileg sem fedezni a saját szükségleteinket, és nem hogy kevéssel nem tudjuk, hanem nagyon nem. Úgyhogy én megmondom őszintén, én akkor hát komoly konfliktusba keveredtem ott a vezetőkkel, hát és becsületükre legyen mondva, nem emiatt jöttem el. Tehát a helyzet az, hogy én ugyan nem vagyok mérnök, de édesapám, az öcsém, nagyapám, mindenki az, és tisztelem a műszaki lehetőségeket, mert megtanultam, hogy a milliméterek is számítanak náluk, és hogy párhuzamosan meg, hogy a csavarhúzó hány milliméterre van a satutól. Tehát ezt nem lehet megoldani akkor, hogyha nincs akkumulátoros ipari energiatárolás, és ez súlyos ellátásbiztonsági probléma. És ez sajnos ez így szerepel az energiastratégiában, és hál' Istennek remélem, hogy ez azóta változott. Na most én személy szerint is, és sokan eleinte gyáván, majd egyre hangosabban harcoltak, és hogy ki kell mondani ezt a történetet, mert ebből nagy baj lesz, ha úgy marad. Mi akkor nem tudtuk, hogy lesz orosz-ukrán háború, se azt, hogy európai energiaválság, azt nem láttuk, hogy ezek a történetek minden országból, minden tagállamból szépen lassan összeérnek, és egy probléma Európai Uniót is kezdenek kialakítani. Tehát közös ugyanezek a problémák kezdtek föllépni az Európai Unió minden országába, és hál' Istennek jött egy ember, a Mavir új igazgatója, Bicók András, aki kimondta ezt a mondatot, ami remélem, hogy, hát ha a Mavir igazgatója kimondja ezt, akkor az remélem, hogy akár még a minisztériumban is eljut. A szabályozási képesség határait nem a rendszerterhelési csúcsok feszegetik, hanem egy egyoldalú infrastruktúra fejlesztés. Ez az egyoldalú infrastruktúra fejlesztés pedig a naperőműveknek a szinte kizárólagos favorizálása, mint látható. Ezen az ábrán, itt egy olyan elméleti helyzet van modellezve, amikor a villamosenergia átvételben első a megújuló. Tehát amennyi megújulót termelünk, az első helyen át van véve, akármi van a többi szegmensben. A sárga az a naperőműveknek a termelése, egy májusi nap, amikor még nincs nagyon meleg, de jó napos. A lila, az összes többi nem érdekes, a lila pedig Paks. Ez a kék vonal, ez a elég fűrészes kék vonal, ez pedig a napi fogyasztási görbe. Látható, hogy elég nagy területen át, a paksi termelés fölül van a napi szükségleten. És miután az átvételi sorrendben Paks második, ebből kijön az, hogy ha 4000 megawatt naperőmű kapacitás megépül, és most 3300-nál tartunk, akkor a paksi atomerőmű működési idejének
üzemidejének a 20%-ában vissza kell terhelni. Ez azt jelenti, hogy ott van a kifizetett fűtőanyag, a termelés dekarbonizált, tehát széndioxidmentes, szennyezésmentes, sőt oxigént sem fogyaszt, mert égés sincs, és sokkal olcsóbban termel, mint a nap. Ennek ellenére ez lesz leállítva. Ezt én úgy merészeltem hívni, hogy ez az állami vagyon hűtlen kezelésével ér föl ez a helyzet, és sajnos ennek a határán vagyunk ma is Magyarországon, tehát nagyon őszintén elmondva, a magyar villamos energia szektor jelenlegi helyzetében nem igazán válságálló. De ugyanez igaz Európára általában, itt látható az erőműveinknek a európai, kelet-európai, de ilyen egész európai ez a jellemző kép, az, hogy mondjuk ott egy 50 éves erőmű jobb műszaki állapotban van, mint Kelet-Európában átlagosan, mert jobban, tehát gondosabban karban tartották, stb. Ezt általában el lehet mondani, de az életkor az akkor is életkor. És ezek a fekete csíkok, azok a szénerőművek, a piros az atomerőmű, a kék a gáz. Tehát kimegy Európából, ezek ugye 30-70 éves erőművek, kimegy Európából ez a szabályozható, tervezhetően működő kapacitás, szenes, gázos atom, és bejön helyére ez a sok mindenféle szín, ezek megújulók, időjárás, főként időjárás függő megújulók. Tehát látható, hogy ez egy robosztus kapacitás, sokkal kisebb kapacitás jön be helyette, és az is időjárás függő. Tehát Európára is nagyjából, hogy miért keveredik Európa energiaválságba, ez egy nagyon fontos ábra. Már az orosz-ukrán háború előtt is energiaválság volt, ne felejtsük el. Emelkedő árakkal. Körülbelül ez, mert ez az ábra másnak is megvan. Annak, akinek ott van mellette a sok pénze. És ott vannak az eszközök, hogy tegyen, vagy kihasználja ezt a lehetőséget. Igen, tehát ez a helyzet ma, hogy van majdnem 3300 megawatt naperőmű kapacitásunk. Ugye most a válság hatására a miniszter úr megígérte, hogy felülvizsgálják az energiastratégiát, mert egyensúlyt kell találni az ellátásbiztonság, az ára, a versenyképesség és a fenntarthatóság közt. Ennek nagyon örülök. Sok-sok éves harc, kirúgásoknak a veszélyeztetése után, hogy ez a gondolat most megjelent végre, reméljük, hogy helyes következtetések lesznek ezúttal levonva, és nem a folyamatos további napenergia bővítés, mert ez oké, gyönyörű dolog ez a megújulós történet, csak az a baj, hogy ne veszélyeztessük a saját ellátásbiztonságunkat. Ugye, amikor támogatok egy szegmens, tehát itt a megújuló áramtermelést, jövőképet adok, prioritizáltan veszem át az általa termelt áramot, állami támogatást adok, ugye ez minden más helyzetben tilos lenne. Mindenki odafektet be, hát ki lenne az a hülye, aki ugye a kátos támogatás az 30 forint per kilovattóra, piaci termelés meg 13. Hát ki mindenki, én is, hát ha lenne, miből meg hogy. Persze, én is ezt csinálnám. Csak hát miután az összes többi szektornál be van lengetve, leszámítva az atomot, tehát be van lengetve az, hogy a földgázosra lesz szükség, a lignitre meg a szénre már aztán végképp nem, nincs jövőkép. Tehát erre a jövőképre egy földgázos erőmű nem kap hitelt a működéshez, nem tudja elvégezni a nagy karbantartásokat, a biztosítási összegei az egekben vannak, és beindul a roncsra járatás. Amikor az első nagy fogaskerék eltörik, addig mennek az erőművek. Van egy csomó nem tervezett leállás, és majd ez még több lesz, ha ez így marad. Tehát az egyirányú zöldítéssel ez a baj, ezt én most Magyarország példáján mondom el, de ugyanez igaz egész Európára. Tehát amikor európai energiaválságról beszélünk minden országban, sőt minél jobban zöldít valaki, minél harsányabban van oda a zöldítésére, ez annál jobban megy a háttérbe. Tehát az európai energiaválság összetett, de ez biztos, hogy az egyik első a helyen. Tehát egy felelős magyar energiapolitika mind a három szegmensnek, tehát mind a megújulónak, de a hagyományos szegmensnek is, és az atomnak is biztos jövőképet kell adni. Hogy egyébként nem lehet üzleti terveket készíteni, nem lehet megtérülést tervezni. Úgyhogy 2009-ben épült utoljára erőmű
piaci alapon Magyarországon nagy erőmű. Arra, hogy egyik nap ennyi az energiára, a másik nap annyi, mert ugye a megújuló, ha sok van, az leviszi az árat, ha kevés föl, tehát minden nap más az ár, erre egy hagyományos tervezhető erőmű nem tud üzleti tervet készíteni, nem tud megtérülést számolni, és nem épülnek ilyen erőművek. És akkor lesz energiaválság valahol, ha ez a helyzet. Ezt azért kultúrállamokban megtanulták kivédeni, van egy úgynevezett kapacitásmechanizmus, ahol megfizetik azt is, ha rendelkezésre állsz, hogyha baj van, belépsz. Magyarországon nincs ilyen. Sajnos. A többit erről a diáról nem mondom el, mert a végén úgyis vissza fogunk rá térni. Tehát a magyar villamosenergia szektor nem igazán ütésálló, de most, hogy ez a válság talán fölébresztette a döntéshozóinkat, talán elindulunk abba az irányba, hogy a hazai kapacitások jobban meg lesznek becsülve. De erre majd még a vége, amikor átérek a válságra, erről fogunk beszélni. Ez a földgáz szektor, ugye ez a dia viszont elavult, mert az észak, hol van már az északi áramlat 2, soha nem lesz üzembe helyezve. Ugye Európában egy Covid-mentes évben 520 milliárd köbméter fogyasztunk egy évbe földgázt, ebből 400 milliárd köbméter az import európai szinten. Ebből a 400 milliárd köbméter importból olyan 180 milliárd, 160-180 milliárdot hozunk az oroszoktól, ez olyan 40% az importnak. Ezt a mennyiséget senki nem tudja Európába hozni. Nincs alternatíva. Tehát aki ezt mondja, tehát így most rövid távon, pár év alatt, biztos, hogy nincs. Aki úgy ugrasztja be a rajt előtt a úszókat a medencébe, hogy közben ő meg lesi, hogy nehogy beugorjon, az nagy bűnöző. Tehát ezt nem lehet. Ez a testvériség, ezzel jön az 50%-a az importnak. A Jamal vezeték az már nem működik. Az északi áramlat egy működik, a kettő nem lett üzembe helyezve. Az északi áramlat egyen is csökken a Oroszországba szállított orosz gáz mennyisége, mert ugye a németek államosították a Gazpromnak a németországi tározóit, és ezen kicsit bedurciztak az oroszok, és ráadásul a németek is tovább licitáltak, mert nem szállította a Siemens, nem szállította le a felújításhoz szükséges kompresszorokat, tehát most itt is 40%-kal csökkent már a behozott földgáz mennyisége. Ami még működik, a testvériség változatlanul Ukrajnán át. Ukrajna kap belőle gázt és tranzitdíjat. Az oroszok, ha ezt elzárnák, Ukrajna másnap kapitulálnia kéne. Ugyanez igaz a kőolajra is. A barátság kőolajvezeték ugyanott megy, a testvériség gázvezeték mellett megy. Ez volt a 2010-es helyzet, ez egy nagy jellemző kép volt a magyar ellátásra, 20 milliárd köbméter, a mi éves fogyasztásunk olyan 10 milliárd köbméter, fűtési szezontól függően, és 20 milliárd köbméter jött be Berek-Daróc irányából, tehát Ukrajna felül, ez volt a 2010-es helyzet, és Magyarországon keresztül volt ellátva Románia részben, de főleg Szerbia, és horvátok is kaptak belőle, tehát Magyarország fontos tranzitország volt, és ugye itt vannak a hatalmas tározóink, ezért jó, hogy a szénhidrogén mezőink jelentős része már lemerült, mert ezeket kialakítva, felújítva, hogy mondjam, megfelelővé téve, ma Magyarország hatalmas földgáztárolói kapacitással rendelkezik, európai jelentőségű, tehát 6,5 milliárd köbméter gáz tudunk elraktározni, és amikor a oroszok elzárták a csapot, akkor Szlovákia meg Szerbia úgy élt túl, hogy tőlünk kapott gázt a téli szezonban. Ugye 2009. január 1 és 10, talán az olyan idősebbek, mint mi emlékszünk arra, hogy 10 napra teljesen leállt a orosz gázexport, mert az ukránok, tehát 9 évig vitatkoztak. 2009. Az ukránok 2000-ben már nem fizették ki az orosz gázt rendesen. Az oroszok a világpiaci ár felér vitték az ukránoknak a gázt, az ukránok a negyedért akarták venni. Nem találkoztak a kívánságok, és ezért cserébe az ukránok elkezdték lopni a gázt, tehát nem fizettek erre. A nekik szánt részt a Gazprom leállította, csak az Európa felé jövő transfer ment át rajtuk. És erre miután semmit nem fizettek az ukránok, ezért leállította a teljes gázellátást 10 napra.
Ez mind a két oldalt azért megviselte, ez a történet. Az oroszok innentől elindították az átkaroló hadműveletek az infrastruktúránál, tehát Ukrajnán át ezt a testvériség, meg a Jamát, meg ezeket felejtősre tették, és ezért indult meg az északi áramlat kettő, hogy Ukrajnát ki tudják kerülni, és megindult többféle elképzelés a déli átkarolásra, a déli áramlat, a Nabucco, de ugye ezekkel az volt a baj, hogy ez pont az Európai Bizottságnak az ellenállásán bukott meg, mert állítólag nem diverzifikálta volna eléggé elméletileg a beszerzést. Most milyen jó lenne, ha lennének ezek a vezetékek, de hát nincsenek. És közben ugye lett a háború, a pirossal karikázott országok ma már egyértelműen ellenségesen viselkednek Oroszországgal szembe, és hát ugye a gond az, hogy itt is van egy gond, mert ugye a balkáni áramlat az Bulgáriába lép ki a Fekete-tengerből, Szerbián át jön Magyarországra, és ugye Bulgária is egy instabil, politikailag nem stabil ország. Itt már volt kormányváltás egy rosszul kiválasztott atomerőmű beruházó miatt, úgyhogy sajnos itt is van egy rizikófaktor, hogy mit fognak csinálni a bulgárok, kiígér többet meg. Tehát körülbelül itt az elvszerűséget körülbelül ilyen szinten lehet számon kérni. Minden esetre mi már a balkáni áramlaton kapjuk a gázunknak a nagy részét. Hogyha igazak lenni, ha innen bát, tudom, hogy senki nem hisz az összeesküvés elméletekbe itt egyáltalán, és nem is hallgatja meg, úgyhogy lehet, hogy el sem mondom azt, hogy lehet, hogy tudta valaki, hogy mi lesz, és ez a balkáni áramlat nem véletlenül épült meg. Ugye ez nincs rajta a nagy európai gázszállítási útvonalakon, csak két baráti országot lát el. És valóban, ez körülbelül így igaz. Menekülési úton, hát igen, ezt tudjuk, balkáni áramlat megépült, 15 éves szerződésünk volt, de hát ha szankciót akarnak bevezetni, mit tudunk csinálni? Ha a vétójogát is elveszik egy többségi szavazással, meg vagyunk lőve, tehát valamit ki kell találni. Sajnos itt a szerződés, csak magyar, ha a magyarok írják, csak akkor jogállami probléma. Az Európai Unió oldaláról ez simán keresztül szekhető. Hát Magyarország 15 éves szerződéssel szerzi be az orosz gázt. A Shell-lel 2027-ig van szerződésünk a Kröki terminálon keresztül LNG vásárlásra. A MOL-lal szerződtünk a hazai kitermelés átvételére. Ezek hosszú távú szerződések. Most, hogyha közösen kell szerződnünk, akkor mi lesz az előre megkötött szerződésekkel? Ha lesz egy közös beszerzési igénye az Európai Uniónak. Nem számít, akkor nincs jogállam. Tehát fokozhatjuk ezt. Viszont a szlovák-magyar és az osztrák-magyar interkonnektoron keresztül Magyarország valós elérési úttal rendelkezik az európai gázpiachoz, tehát az nem igaz, hogy mi nem tudunk az európai piacról vásárolni, azzal a kitétellel, hogy eddig onnan is orosz gázt vettünk. Tehát majdnem igaz, hogy európai gázpiac, csak mégsem, mert Európa is ugye orosz gáz használ nagy részben, tehát hatalmas kiút tényleg. És ugye, hogy mennyire nem mindig rajtunk múlt a történet, baromira megörült mindenki, pár éve volt a hír, hogy a románok nagy földgázmezőket találtak a Fekete-tengeren, és meg is épült gyorsan az osztrák, magyar, román és bulgár beruházásra megépült a Brua vezeték. És gyakorlatilag egy orosz forrás független gázbe, több sok milliárd köbméteres gázbevezetői lehetőség van, csak éppen a lelőhely főtulajdonosa az amerikai Exxon. És ugye amikor számon kérik rajtunk, hogy miért nem vagyunk mi függetlenek az orosz gáztól, az amerikai Exxon ott ül a Fekete-tengeri lelőhelyen, úgyhogy egy kapavágás nem történt, nincs kialakítva a lelőhely, kitermelés természetesen el se kezdődött. És még egy dolog van, vagy kettő, a többit már érintettük, ami itt van. Magyarország nem hagyományos földgáz nagyhatalom, lehet, hogy már ezt is mondtam, 3900 milliárd köbméternyi nem hagyományos földgázunk van a makójárokban. Ugye, hogyha bekalkuláljuk, hogy 10 milliárd köbméter az éves fogyasztásunk, ez azért jó sok időre elég lenne, csak az a baj, hogy ha oda lefúrunk, akkor a fúrótorony az körülbelül hold körüli pályára tudna állni, akkor a nyomás lent, 6 kilométer mélyen van, 1000 bár tart nyomás egyelőre, és jó nagy nyomású szódavíz, tehát nem éghető formába jön ki. De hogyha egyszer a technológia fejlődik, akkor ez egy hatalmas lehetőség lesz Magyarországnak. A másik, hogy
azért van még 70-valahány köbméter hagyományos földgázunk, 70 milliárd köbméter hagyományos földgázunk is, és hogyha nem is akarjuk belőle a teljes, az lehetetlen ekkora mennyiségből ellátni a teljes igényünket, de azért jó alaposan, hogyha növelnénk a kitermelést, jó sok, egy 20-30%-ot minden évben hozzá tudna tenni az igényekhez. Szén, lignit, hogy ugye a mai világban, amikor közellenségé vált a szén, miért jövök a szénnel? Azért jövök a szénnel, mert az nem igaz, hogy Magyarország szegény lenne energiahordozókban. Magyarországnak sok száz évre elég barna szénnel és lignita van, ezt tudatosítani kellene, csak ugye ezt nem lehet ma klímabarát módon hasznosítani. A 60-as években 20-30 millió tonna szenet bányáztak, és a 60%-át az áramnak szenesen üveg adták, és a lakossági fűtésbe is nagyon fontos szerepe. A diákoktól meg szoktam kérdezni, hogy szerintük mit ábrázol ez a két kép, és melyik szerintük melyik a szenes erőmű? Hát senki nem mondja, hogy ez. Igen, tehát mindenkinek, mert a sajtó ezt a képet alakította ki, de ez egy szenes erőmű. Ez a Dattel 4-es Siemens által épített szénerőmű, pár éve adták át, és pár év múlva bezárják. Ebből csak gőz jön ki. Ez egy széngázosító erőmű. Csak annyiba kerül, mint egy atomerőmű. Azaz egy kis apró hátulütője van, de a szenet ma már a Siemens, a Mitsubishi és ilyen nagy, komoly fejlesztések révén azért tudjuk. És itt van Oláh György, ezt említettem, tehát a szenet lehet klímabarát módon alkalmazni. Ez is egy olyan magyar történet, ami nem Magyarországon fog megvalósulni. Elég. Én annak idején, mikor minisztériumban dolgoztam, életbe tudtam tartani ezt a projektet. Sajnos azóta az az államtitkár sincs már ott, aki hitt ebben, ugye Bencsik János, és tehát akik a energiastratégia szénlábát mindenképpen ott akartuk hagyni. A megújuló nagyon fontos Magyarországon, a szuverenitásunk egyik alapja lehet a jövőben. A Magyar Tudományos Akadémia fölmérése szerint 2600 petazsúl az éves potenciálunk primer energiába, az éves primer energia felhasználásunk pedig 1100 petazsúl. Ez azt jelenti, hogy a megújulóból kijönne a 2,5-szerese az éves energiaigényünknek, de természetesen ez csak egy elméleti potenciál, és ez úgy tud emelkedni, hogy a technológiai fejlődés lehetővé teszi majd a jövőben, de ez a potenciál itt van, és ebbe az irányba kell menni. Ezt pont én mondom, aki eddig nem sok jót szóltam. Tehát akkor kell ebbe az irányba menni, amikor már a technológia meg a műszaki lehetőségek ott vannak. Nem előtte, mert akkor egyrészt ilyen előadásokat szül, mint amiket most én mondok, hogy szkeptikus. És a PV, tehát a napenergia boomról beszéltünk, veszélyes egyelőre ez az egyoldalú fejlesztés, de a számok nagyon szépek, hát utóbbi 2-3 év alatt megtízszerőződött a naperőműveknek a kapacitás. Ez egy ritkán szokott egy magyar szektor ilyen gyorsan nőni, hál' Istennek nő, örüljünk neki, csak most egy picit pihenni kell, amíg a fejlődés utól nem éri ezt a növekedést. Ugye mindig szokták a szelet nyavajgatni, hogy miért nincs több Magyarországon. Nem igazán vagyunk jók szélbe, a kék terület látszik, hogy az ország fele nem is igazán alkalmas erre. És ugye ilyen kicsi régióban azt kell nézni, hogy tehát nem országonként kell ezt már egy ilyen Európai Unióban nézni, hanem régiónként. Nagyon sok országban, a lengyelek például szénenergiára tesznek, a románok a tengerparti övezetben rengeteg szélenergiát, osztrákok is a szeles területeken. Magyarország, a csehek inkább a napenergiára tettek, és ez a kettő egymást régió szinten kiegyenlíti már csak azért is, mert ezek a piacok össze vannak kapcsolva. Tehát a V4 piacok plusz Románia, most jelentkezett Szerbia, össze vannak kapcsolva, egységesen működnek, tehát a szél és a nap elég jól ki tudja egymást egyensúlyozni egyébként, és ez nem... Biomasszában ezüstérmesek vagyunk Európában, ugye volt egy időszak, hogy nem kellett a magyar élelmiszer senkinek, vagy nem igazán vásárolta az Európai Unió sem, és akkor mit csináljunk vele, akkor termelünk energianövényeket, ipari ültetvényeken, és akkor abból az időből származik ez a felmérés. Ugye Magyarország az egyik legproduktívabb régió, inkább a Pannon-medencét mondanám, ebből a szempontból, energianövénytermelési szempontból. Ez nem igazán fenntartható, mert ne akarjuk kivágni az erdőinket, meg ne akarjuk lefoglalni erre az élelmiszertermelés alkalmas területeinket, de azért ezt jó tudni. A geotermális energia az Isten ajándéka, tényleg sok van belőle, egyelőre az a baj, hogy nagyon drága, és nagyon rizikós még mindig, hiába vannak nagyon pontos
geológiai térképek, potenciál térképek, de azért itt is több mint 10%-át a magyar primerenergia igénynek lehetne belőle fedezni már most is, de amikor hőszivattyút veszünk, és ez pályázatilag is támogatott, meg a távfűtést egyre nagyobb arányban helyezzük rá a geotermális energiára, akkor ez azért már elindult, hál' Istennek, ezt tudják az ember, tudják a döntéshozók, csak egyelőre itt is az a magyar kormánynak általában mindig az volt a taktikája, hogy a piaci alapon, piaci lábonálláshoz már közelítő technológiákat kezd el támogatni, hogy kevesebb támogatást kell adni, de azt igen, tehát ennek az eredménye a naperőművi növekedés, remélhetőleg a geotermális, most már van egy kockázati tőke alap, ami azt jelenti, ha valaki mellé fúr, akkor tudják kárpótolni egyre inkább, tehát ez a dolog is jó irányban van, bár az útnak az elején. És hogy mi a baj a megújuló támogatások? Ugye Magyarország azért ígért mindenhol 20-21%-ot 2030-ra, mert látható, hogy a bekerülés, a támogatás, most ez 80-100 milliárd forintból ez a 20-21%, ez kihozható. Ha elkezdem növelni a megújuló arányt, akkor a támogatási arány is baromira kezd megnőni, és itt látható, hogy igazából még nem is ilyen lineárisan, hanem durván, mert ezek a egyre több olyan technológiát kell behozni, ami egyre távolabb van a piaci megtérüléstől. Ezért egyre több a támogatás, úgyhogy egy a 32%-ot ki sem merem mondani, az már olyan 800 ezer milliárd forint per éves támogatás, úgyhogy ezt elnézést, hogy nem vállalta be az önök pénzéből a kormány, de jó. Tehát itt tartunk a megújulóval. Fontos, hogy ez is nőjön, mert a szuverenitásunk alapja lehet ez is. És akkor most beszéljünk erről a bizonyos válságról. Ahogy elmondtam, a piac pontosan fölmérte azt, hogy Európa instabillá vált, nincsenek melegülési energiahordozók, sőt, opció sincs. Ezért, amit tünetileg tapasztaltunk, hogy 2020 ősze és 2021 ősze között durván nőttek az árak. Ez először globálisan indul, de Európában lett tartós. A hisztire mindenki ráugrott, mindenki szeretett volna velünk együtt hisztizni, aztán ránéztek a saját szektoruk, és kiderült, hogy nekik nincs miért. Úgyhogy Európába fönnmaradtak az árak, az USA-ba például visszamentek. Itt vannak a számok, hogy azért durva áremelkedések voltak, ez az, amit mondtam, hogy európai árak fönnmaradtak, ezután is a japán és a, még a japán árak is visszamentek, de ők még hisztisebbek, mint mi a szigeteffektus miatt. Még azok is visszamentek, a piros az amerikai, az nem is nagyon. És ugye mi van e mögött? Az egyik az, hogy ugye az oroszok, közben itt ez az ábra mutatja az orosz, Európába irányuló orosz gázexportot, a szürke vonalak jelzik a teljes mennyiséget, mert ugye azt kell tudni, hogy az oroszok a Európába hozott gáz felét, azt körülbelül a felét, azt hosszú távú szerződésekkel hozzák, a másik felét pedig fölajánlják piaci megvételre. Na, ez a második fél eltűnt. Ez a második fél 2020 februárjától 2022 februárig eltűnt, lefeleződött az export, de úgy, hogy semmilyen szerződés sem lett megszegve, csak a piaci értékesítés aját mennyiség tűnt el. Eközben a fogyasztás, ugye 2020 az egy covidos év volt, akkor 390 milliárd köbméteres éves fogyasztása volt Európának, egy év alatt visszapattant 520 milliárd köbméterre. Abban a háttérben, hogy szépen az orosz csapot így lejjebb tekerték. És ugye ez meghatározó. Na most, ha Európa innentől visszatolt volna, jó, hát ha nem küldtek gázt, ott van a saját szenünk, Európának egy csomó szene van, föltekerjük a szénerőműveket, és kész, csak hol voltak már akkor a szénerőművek? Meg hol voltak a német atomerőművek nagy részét addigra bezárták. De mi mindig csak a németekről beszélünk. Az olaszok már régen bezárták az összes atomerőművet, a belgák is lefelezték az atomerőmű kapacitást, és a franciák is azt tervezték, hogy 70%-ról 50%-ra viszik le az atomenergia arányát. Csak jött ez a válság, és már azon gondolkodnak, hogy hány 10 atomerőművet fognak építeni. Tehát milyen jó, tehát azért a válság azért észre téríti ezt a sok-sok jó módjába ellustult gondolkodót, hogy finoman fogalmazzak. Ugye itt látszik ez, hogy is volt ez az orosz gáz export. Ugye a 19-es év a narancssárga, a 18-as a piros, ez volt az átlagos mennyiség,
A piaci és a szerződéses. Utána jött a Covid, a kék. A zöld pedig 2021. Tehát gyakorlatilag még lejjebb volt a zöld, mint a Covidos évben. Tehát az oroszok ügyesen nem tekerték vissza a csapot, minden szerződést, azok előnyben maradtak, és kiszolgálták azokat, akik szerződéses, hosszú távú szerződéses alapon importáltak, azok, akik ha jó volt, vettek, ha nem, nem, tehát ezzel ellen az oroszok mindig próbáltak tenni, hogy mindenki szerződjön le velük, hogy ők is tudjanak számolni. Ez egyébként mindenkinek jó lett volna. Aztán ebből ez lett. Ugye ma az EU gázimportára 5,5-szerese például az amerikainak. Egyszerűen amiatt, mert sokkal rizikósabb a piac, és sokkal gyengébb, és sokkal kiszolgáltatottabb. Ez semmi más. Ez csak egy ilyen hiszti. De azért, ugye és sokan mondják, hogy majd a cseppfolyósított földgáz. A cseppfolyósított földgáz behozatal Európába rekordot döntött 2021-ben, 21 milliárd köbméter volt, és van egy ígérvény arra, hogy 5 éven belül ez meg tud duplázódni. Ez 40 milliárd köbméter lesz, ami pontosan 10%-a az európai importigénynek. És ez az egyik baj, kilátás sincs a további fokozása, mert a nagy földgázkitermelő országok megmondták, hogy hát ők nem kalkuláltak Európával, ők kilettek oktatva, hogy a földgáz az fosszilis, és hogy mérgező, és hogy ők nem számoltak, ami kialakítják ehhez, van nekik gáz, de ami kialakítják az infrastruktúrát, az sok év, csak akkor az Európai Unió dönts el, hogy most démonizálja a földgázt, vagy nem. És ez hogy lesz hosszú távon, mert ők ugye erre nem ruháznak be. Tehát itt ez is a probléma. Másrészt az LNG fogadó infrastruktúra sincs kiépítve, úgyhogy hiába lenne még több LNG, egyelőre nincs annyi terminál, ami be tudja ezt hozni és át tudja alakítani. Ez a széndioxid kvóta hogyan alakult Európában? Ugye itt van egy ilyen, tulajdonképpen a széndioxid kibocsátó ipari üzemek adóztatására, kibocsátás féken tartására szolgáló pluszadó, egyszerűsítsük le ennyivel. Ugye ez történelmi magasságokba emelkedett, ez egy politika, ez nem piaci termék, ez politikai bemondásokon alapszik az értéke. Hogyha úgy látják a kvótában érdekeltek, hogy hú, most aztán nagyon zöldítés lesz, akkor megy fölfelé az ára, hogyha ezt úgy érzik, hogy mégse, akkor visszamegy. Ugye 95 euró volt egy tonna széndioxid ára a háború előtt, februárban még 2020, és utána, hogy kitört a háború, az lement 60-ra. Mit jelent ez? Ez volt az egyetlen egy hónapos őszinte periódus a kvóta árazásba, amikor a kvótával foglalkozók is megijedtek, hogy ez vissza fogja ezt az európai zöldítést fordítani olyan irányba, hogy még a szenes erőműveket is vissza kell hozni, és akkor a kvótával még tovább lehetetlenítik el az energiatermelést. Azóta egy kicsit visszament. Tehát megint bemondott Ursula valamit, hogy mégiscsak inkább zöldít, és akkor arra egy kicsit visszament, de amikor így hirtelen elveszi az egyensúlyt, akkor nagyon tréfás, mert vannak őszinte pillanatai ennek a széndioxid kvótának. Ez ugye a rubel dollárhoz mért árfolyama, itt tört ki a háború, úgy nagyjából látszik, hogy akkor esett le a rubel, de azóta szárnyal a dollárhoz képest, sokkal magasabban van, mint a háború előtt. És ugye ez folytatódni fog, mert a gazdaság beárazta körülbelül a háború végeredményét is, ezzel beárazta a szankciókat, hogy mennyit érnek ezek a szankciók, amiket mi igazából azért csináljuk, hogy a német ipart ellehetetlenítsük, és a német gazdasági érdekszférát is szétverjük, benne a V4-eket, tehát ez körülbelül így lesz, és azzal együtt is, hogy a rubel úgy tűnik, hogy ki fogja szorítani a energiahordozó kereskedelemben a petrodollárt. Kínával és Indiával a kereskedelem már vagy termék alapú, vagy pedig nemzeti valuta alapú. Tehát itt már nem dollárba, petrodollárba kereskednek ezek az országok. Ez is az oka annak, hogy a rubel szárnyal. És nagyon jót fog tenni a globális gazdaságnak is, hogyha nem tőzsdén alapuló fikciós dollárban folyó árfolyamok lesznek, ami gyakorlatilag ilyen pénzpiaci, elhiszem, nem hiszem, történetekből áll, hanem termék alapú árazások lesznek. Úgyhogy ez, ha csak a simán a reálszféra oldaláról nézem, ez egy nagyon jó történet.
Ez pedig az eurozóna inflációja az utolsó időszakokban hogy alakult. Tehát ez szépen mutatja azt, hogy mennyire hitelesek azok a szankciók, mennyire hitelesek azok a orosz ellenes kijelentések, és mennyire hiteles ez az egész történet, ahogy mi ezt retorikailag érzékeljük, hogyha a nyugati sajtót. Tehát gyakorlatilag pár grafikon is lehet látni, hogy kb. Amit mondott tegnap Zelenszky, az kb. Mennyit ért a gazdaság nyelvén. Kedves nézőink, az európai energiaválság került a középpontba a köztérben. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.